Egy lájtos, egyszerű játékkal fogunk kezdeni. Feladathoz nem lesz szükséged másra, mint egy kamerára. Az megvan. Illetve toll, ceruza vagy számítógépen jegyzettömb, ahol tudsz magadnak jegyzetelni. Jó, oké. A mai videóban híres videójátékokra fogunk visszaemlékezni. Hát ezt már elbuktam, c***i. Híres videójátékokra fogunk visszaemlékezni, és ezeket kell időrendi sorrendbe állítani. Hogy első helyen legyen a legújabb, és tizedik helyen a legrégebbi. Ember, azt sem tudom, hogy hány éves vagyok. Lényeg a lényeg, hogy minden helyes felsorolt játék után kapunk egy pontot, és aki a legtöbb pontot gyűjti össze... Az nyer. Hajrá. Igen ám, csak mit nyerünk? Azt amúgy nem akartátok leírni, hogy mit nyerünk? Csak kérdezem, mit nyerünk? Lehet, hogy egy magnum szaunát, érted, ahol férfiak vannak csak, mert akkor remélem megnyerem. Nem igaz, hülyéskedtem. Ezt vágjátok majd ki. Itt van a 10 játék, mondom, jó? Minecraft, Grand Theft Auto 5. Skyrim. Ó, a Skyrim. Nagyon szeretem a Skyrimet, egyébként szoktam játszani. YouTube-on vannak videók, meg minden, imádom. World of Warcraft, Fortnite, Left 4 Dead. LOL. COD 4. Valorant és Red Dead Redemption 2. Na már most azért vagyok bajban, elsősorban, mert amúgy vannak olyan játékok, amiket én nem igazán ismerek, illetve nem igazán játszottam, viszont vannak olyan játékok, amiket pedig ismerek, és játszottam is őket, de ennek ellenére fogalmam sincs, hogy mikor jöttek ki. Szóval nagyon nehéz dolgom lesz, de meglátjuk. Alapvetően ez egy jó kis feelinges kis játéknak tűnik így most elsőre. Hát az biztos, de várjál, a Call of Duty az azt hiszem 2010, ugye? Nem, várj egy picit. Akkor voltam, hanyadikos voltam, negyedikes. Negyedikben már loloztam, ugye? Meg vovoztam is 8 évesen. Taurin már volt Votelka. Votelka az 2008. november 17. Írjuk föl. Votelka 2008. november 17 vagy 18. De már most ebből a 10 játékból van, amit egyáltalán nem ismerek, meg van, amivel nem játszottam. Majd tippelnem kell 2-3-at. Többit viszont nagyjából kívülről tudom, hogy mikor jelent meg, hiszen több száz, akár több ezer órát raktam bizonyos játékokba itt a felsoroltak közül. Na már most akkor a 10-es lista élére a legújabb játékot kell tennünk. Tehát első helyre én berakom a Valorantot, hiszen emlékszem, hogy az körülbelül 2 éve, kicsit több mint 2 éve debütált, úgyhogy a Twitch-en kellett nézni streamet, és ott juthattál hozzá béta kulcshoz, és ez körülbelül egy olyan 2 éve és néhány hónapja lehetett, tehát a Valorant biztos ebből a listából a legfrissebb. Szóval Valorant 2019-ben jelent meg, az lesz nálam az első helyen. Hát innen én már rögtön tudom egyébként, hogy itt a World of Warcraft a 10-es helyen van, azt tuti, mert az 2004-es, nem hiszem, tehát biztos, hogy a többi az mind újabb. A World of Warcraft, az mindjárt 20 éves. Tehát az mindjárt 20 éves, az egy 2004-es játék, az volt az első olyan interneten játszható játék, egy olyan igazi MMO, ami aztán tényleg havidíjas volt meg minden, és teljesen megörültek tőle az emberek. A legújabb, hát nem a GTA 5, nem is a Skyrim, a Warcraft, egyáltalán a Fortnite, Left 4 Dead, nem, az se, már rég játszanak vele, a LOL, nem, COD, a Warcraft, a Modern Warfare, Warcraft már a COD 4, az most jelent meg, basz meg. A legelső, a COD 4. Oké. Legrégebbi helynek mondanám mondjuk a WoW-ot esetleg, mert hát az már millió-csillió éve van. Akkor a GTA 5, az kint van majdnem 6 éve, úgyhogy 2023 minusz 6, akkor 2017 a GTA 5. Elder Scrolls fogalmam sincs, Elder kérdőjel. A WoW az 2004. Akkor jött ki a klasszik. Ja, de várj, akkor nem is a Votelkát kell írnom, akkor ezt ki is veszem. Mert ez World of Warcraft. A második helyre a Red Dead Redemption 2-t rakom be, mert Valorant streameket nyomtam még bétába, amikor bétakulcsot lehetett szerezni, és előtte már megjelent a Red Dead Redemption 2, emlékszem, úgyhogy az 2018, így ő lesz a második helyen, és nagyon éltem azt a játékot, mert írták a cseten, hogy a lovakat ki lehet rabolni. Arról még egy jó klip is készült, emlékszem, hetekig, hónapokig szakadtunk rajta. Hát, ha van benne nagy $2. De miért rúg le? Hát csöves! A kurva anyád!
Akkor menjünk sorba, Minecraftot fogalmam nincs. A Grand Theft Auto-t azt tudom, Xbox One, PlayStation 3, meg voltak őrülve a PlayStation 4 tulajok, az Xbox One tulajok, a PC tulajok, hogy nekik nincsen Grand Theft Auto 5, csak az Xbox One és a PlayStation 3 tulajok játszottak vele, tehát ez 2013-ban történt. Lehetett nyomatni jól a 720p-s 30 fps-es GTA-kat össze-vissza, az 2013 az tuti. Előtte megjelent a Skyrim, az biztos, az biztos. Az 2011, a Skyrim az 2011-es, mert hát arra emlékszem, hogy az akkor jelent meg, az Oblivionnal sokat játszottam, a Skyrimmal kevesebbet. A Skyrim lényegesen jobb játék volt egyébként, mint az előző rész az Oblivion, viszont az Oblivionnál voltak már olyan grafikai megoldások, amik a Skyrimba is belekerültek, és rettenetesen szépen nézett ki a játék. Azóta a Skyrim tényleg mindenre, okos WC-re, mindenre megjelent már, amire csak lehetett. Az összes konzolra, az összes létező konzolra, PC-re minden évben megjelenik egy Skyrim, úgyhogy nem igazán jó ez, hogy mikor jelent meg a Skyrim, hanem mikor jelent meg legelőször a Skyrim, mert azóta már hány verzió volt belőle, nem is értem, hogy miért nincs még belőle a mozifilm. A második, nem a Valorant, mert az nagyon régi, még Infinity-n játszottam a Infinity RP szerverén, Fortnite, Warcraft, a második a Red Dead Redemption 2. Kurva jól leszek, hát ezt tudni nyerek. Két pontom már van. Két pontom van. 9-es helynek ugye vagy Minecraft, vagy LOL. LOL is már nagyon régóta van, most én amúgy lolozok, de csak addig, amíg agyfasz nem kapok, és hagyom ott, mit tudom én, hónapokig. Amúgy nem tudom, hogy szabad-e káromkodni őszintén most. Úristen. Azt hiszem, most van a 10, nem is tudom, hányadik szezon, sőt, mert nem is 10, hanem 20. szezon van. Fogalmam sincs, srácok. Fogalmam sincs, de szerintem LOL előbb volt, mint Minecraft. Szóval én rakom szerintem a LOL-t a... Jaj, úristen, a 9-es helyre. Code 4 az 2012, az biztos, hogy a WoW volt legelőször. Utána követi, szerintem a Left 4 Dead előbb volt, mint a League of Legends. Tehát a legközelebbi szám a League of nem lehet a Code 2012-et, nem jöttet ki később, mint a LOL, hát előbb kodoztam. Legyek 2007, kb. Nem? Code 4, utána a hetedik az lesz a LOL. Szerintem? A Fortnite 2017-2018 lehet. Berakom őt a harmadik helyre, a Fortnite-ot. Utána berakom negyedik helyre a The Elder Scrolls 5-öt. Sajnos nem tudom, hogy mikor jelent meg. Úgyhogy csak betippelem, hogy a Fortnite előtt. Fortnite-ban az az érdekes, hogy ugye a PUBG-nak ezt a Battle Royale módját nyúlták le, de ugye azt mondták, hogy a Fortnite-ot már nagyon-nagyon régen fejlesztik, és hát ez igazából nem lopás, csak úgy gondolták, hogy pont most teszik vele azt a Battle Royale módot, ami egyébként a Fortnite sikerét adta, és ez 2018-ban volt, de hogy a Fortnite szerintem, tehát a Fortnite maga már korábban is ment, és én 2017-et mondanék, hogy ez akkor jelent meg. Tehát a Fortnite az szerintem 2017-es. Jó, Valorant is itt van, a Valorant az tudja, ez 2020-as, a Valorantot Alex nem tette föl, mert azt gondolta, hogy föltesz valami vírust is, és az úgy nem lesz jó. A harmadik, Valorant, nem, LOL, az régi, Left 4 Dead, Fingosi, Fortnite, Warcraft, régi, hát amit a legrégebbi, az a Skyrim. A GTA 5, az... Az 10 év. Azt tudja, hogy 10 év a GTA. Az 10 év. GTA 5. Az megy a 9. helyre. Azért az már 10 éves játék. Minecraft... A francba. Akkor a Minecraftot a 4. rakom be. Oké, Minecraft a 4. 8-as hely. Hát akkor 8-as helyre mondjuk én raknám a Minecraftot. Hogyha jól emlékszem, az olyan 93 körül volt, hogy kijött, nem? Mi lehet a legújabb ezek közül? Azt tudom, hogy most jött ki valami új kód, és nem tudom, én amúgy a kód 4-et raknám legújabbnak fixen. 2010 a Minecraft, szóval beteszem 6-nak. Következőnek én beraknám a GTA 5-öt, az 2014-es játék, 5. helyen GTA 5 találó.
a Red Dead Redemption 2 a legjobban kinéző ilyen open world játék. Mondjuk szerintem ez is az átka, tehát ez a hátulütője, hogy akkora a terület, annyira ki van dolgozva, hogy egyszerűen elveszel benne, és ez 2018-as, ez tuti. Warcraft. A Warcraft az nem az, ami ez most jött ki kiegészítő? De. A harmadik akkor. Mert azt tudom, hogy a sárkányos kiegészítő jött hozzá. És az tavaly vagy tavaly előtt volt. De, ez csak Warcraft. Ide nincs odaírva, hogy a kiegészítője. Hát akkor is a Warcraft. Utána Minecraft. Fortnite az biztos, hogy késő, tehát hogy a Fortnite az biztos újabb, mint a GTA 5 és a Red Dead Redemption. Szóval én beraknám a kód alá a Fortnite-ot, de az a baj, hogy a Skyrim-et meg egyáltalán nem vágom, szóval hogyha a Skyrim a legújabb, akkor fullgatja az egész. Fullgatja. De mindegy, én berakom második helyre akkor szerintem a Fortit. És akkor berakjuk szerintem a Red Dead-et és utána a GTA-t, szóval a Red Dead Redemption 2 az a harmadik helyre megy, és a GTA 5 pedig a 4-esre, mert szerintem a Red Dead 2 az később jött ki. Ötödiknek betesszük, a Fortnite biztos, hogy nem jött ki előbb, mint a GTA szerintem. Legyen a GTA 2014, kin lenne már 10 éve? 2015, Fortnite legyen 17, akkor Minecraft... Előbb lett volna a Minecraft, mint a GTA, amúgy nem hiszem. Legyen a hatodik a GTA 5, utána Minecraft, én szerintem. Utána Red Dead Redemption, Red Dead 2, a negyedik, Imo, harmadik, szerintem az Elder Scrolls, a második a Fortnite, az első a Valorant. Minecraft-tal abszolút nem játszottam. A Minecraft-ot berakom a hatodik helyre, dátum nélkül, mert sajnos azt nem tudom. Talán a tippel nem kéne. Nem tudom, 2010-es évek eleje? 2014-ben megjelent a GTA 5. Előtte kellett, hogy megjelenjen a Minecraft. A LOL az 2009-es, de szerintem akkor még nem volt Minecraft. Én szerintem. Úgyhogy valóban ilyen 2011-2 környékére, de nem tudom, hogy van-e már 10 éves ez a játék egyáltalán. Mondom, abszolút nem játszottam. De én azt mondom, hogy tippelek egyet. A Minecraftot rakom ugye a hatodik helyre. Hetedik helyen mindenképp a LOL, az 2009-es. Emlékszem, azt azonnal játszottuk a haverokkal, mert nagyon nagy szenzáció volt. Nekem a Dota nem jött be. Azt hiszem talán a Dota előbb volt, mint a LOL nyilván. Az abszolút nem játszottam, kipróbáltam talán egy meccsereig, és nem tetszett. Van még a Left 4 Dead és a League of Legends. Tehát Minecraft nem tudjuk. Fortnite 2017, Left 4 Dead 2000... 2000... Hát ez az. 2000 valamennyi. League of Legends is 2000. Call of Duty 4, Modern Warfare, harmadéves voltam főiskolán, akkor jelent meg, és akkor nyomattuk neki orba szájba, akciófilmesen nyomtuk. Én játszottam, a többiek nézték, rettenetesen rá voltunk függve, és ez 2007-ben volt, ez biztos 2007-ben volt, és utána jelenhetett meg a Left 4 Dead. Igen. Utána, mert hogy utána a Left 4 Dead, ugye ez a kooperatív lövöldözős, a Left 4 Dead 2 az 2009-es, az tuti, azzal játszottam egyszer-kétszer, mikor megjelent, de a Left 4 Deadnek előtte kellett lennie, de olyat nem láttam volna, hogy a Call of Duty előtt vagy környékén játszott volna valaki a Left 4 Deaddel, vagy azért nem jött volna Call of Duty-zni, mert Left 4 Deadezik, úgyhogy annak utána kellett megjelennie, úgyhogy az legyen 2008. A League of Legends az is egy marha régi játék, de fogalmam nincs, hogy mikor. A Fortnite azért az már régi. A Valorant után hatodikra raktam be. Left 4 Dead. Na a f***omból tudja, mi a***om az a játék amúgy. Nyolcadik helyre Left 4 Dead-et fogom berakni, viszont a kodok, én nagyon nagy kod 2-s voltam, majd kod 4-es, és emlékszem, még X-Fire-ön toltuk. X-Fire, g***i. Mekkora applikáció volt, remélem azért ismeritek páran.
óriási applikáció volt az X-Fire, úgyhogy a COD 4-et tenném be a következő helyre, és az bőven a LOL előtt, és jóval a WoW után volt, mert nekem a WoW meg a CODok azok így egybe mentek, és a LOL váltotta fel az egészet. Úgyhogy szerintem a COD 4 az olyan 2007 körüli lehet, a Left 4 Dead az meg előtte kellett, hogy legyen, talán egy idejűleg. Jó, Minecraft. Minecraftot, mikor először láttam, az 2010-11-ben volt, mikor még napközis nevelőként dolgoztam, akkor mutatták a kölykök. Hát mondjuk a grafika alapján 1872-es is lehet a játék, de hát 2010-11. Akkor mutatták, akkor megjelentették ugye a Windows-os verziót, de előtte volt már a Java-s verzió, tehát ha megjelent mondjuk 2011-ben, amikor én először találkoztam vele, akkor előtte már lehetett a Java-s, és akkor az 2010 lehetett? Írjuk azt, 2010. Nagy Minecraft fan vagyok, többiekkel néha így elővettük, Alexa coverével, és hát mit tudom, hogy miket craftolgattak, én meg egyszer így bekérdeztem, hogy srácok, hogy kell botot csinálni. Hát én itt tartok Minecraftban, a fogalmam nincs, nem érdekel, nem játszok vele. A League of Legends a Minecraft előtt volt, az biztos. És akkor az meg legyen 2009. A Valorant is szerintem egy viszonylag új keletűbb dolog, de lehet, hogy a Valorant az még előbb jött ki, mint a Forti. Oké, szóval akkor három játék maradt még. Hát a Valorantot azt nem tudom hova tenni, a Left 4 Deadet egyáltalán nem ismerem, meg a Skyrimet sem. Nagyon nagy bajban vagyok, de én azt mondom, hogy hát én a Valorantot berakom a GTA 5 alá, szóval az ötödik helyre. Én a Skyrimet előbbre rakom, mint a Left 4 Deadet, amúgy szerintem. Ugye a hetes helyre, és akkor Skyrim... Ígyni. Első, ugye a COD, a kettes a Forti, hármas a Red Dead Redemption 2, négyes a GTA 5, ötös a Való, hatos a Skyrim, hetes a Left 4 Dead, nyolcas a Minecraft, kilences a LOL, és a tizedik helyen pedig a World of Warcraft áll. 12 éves lovas vobozott, Taurin. Beszéltek a haverjai a Left 4 Deadről általásban, tehát már kint lehetett, kodoztam. Akkor már bőven COD 4-eztem. Majd megjött a LOL, amit letöltöttem, hogy milyen fasza. De milyen gépigények voltak akkor? Elég laza gépigények a GTA 5, meg elég nagy. Legyen, cseréljük meg a Minecraftot, meg a GTA-t. Akkor utána kijött a Minecraft, kijött a GTA. Az már jobb gépigény, tehát kijöhetett az Elder Scrolls. Ha már ez a kettő kín van, a Red Dead Redemptionhöz is elég jó gép kellett. Sőt, igazából csak a gépek evolúciáját kell követnem. WoW Left 4 Dead az megállja a helyét, a COD 4 is, a LOL is, a Minecraft, GTA 5 ugrás, Elder Scrolls szintén, Red Dead nagyon, a Fortnite az jó volt még a gépemben, és a legújabb a Valorant, mert az mostanában jött ki, az szerintem korona alatt jött ki, tehát 2019 valamikor jöhetett ki a Valorant. A megfejtésem, a legrégebbi a WoW, utána jön a Left 4 Dead, a COD 4, a LOL, a Minecraft, a GTA, Elder Scrolls, Red Dead Redemption 2, Fortnite, és a legújabb, az pedig a Valorant. Puszi, köszönöm szépen, ciao ciao. LOL. Itt van a LOL. LOL. Az a nyolcadik. Szóval ami most jelent meg, akkor kezdem a legrégebbi. Skyrim, tizedik, egyértelmű, 13 éves játék, játszom, de most kezdtem el vele játszani, két hónapja. GTA 5, 10 éves. A LOL azért az már nagyon régi, gyerekek, azért az már régi. Left 4 Dead, hát én szerintem az újabb játék, mint a Valorant, a francba. Akkor várjál, akkor ezt kitörlöm innen. Akkor a LOL után jelent meg a mondjuk a Valorant, utána a Fortnite, utána a Left 4 Dead, utána a Minecraft, utána a World of Warcraft, Red Dead Redemption és COD. Kész vagyok. K***va jó. Jó, szóval az első a COD, második a Red Dead Redemption, harmadik a World of Warcraft, negyedik a Minecraft, Left 4 Dead, Fortnite, Valorant, LOL, GTA 5, Skyrim. Ez k***va jó. Én szerintem 8 pontom lesz. Köszönöm a szexi játékot, teljesen be voltam tőle indulva, k***va jó volt. Tuti nyertem. K***vára nem értek a játékokhoz, tehát
fogalmam sincs, hogy fogalmam sincs az egészről, de szerintem na jó, 7 pont. 7 az tuti megvan, de 5 az biztos, 5 az biztos. Úgyhogy akkor vegyük sorba. Valorant volt a legfrissebb, 2019. Red Dead Redemption 2, 2018. Harmadik hely Fortnite, az 2017-18 körülje lehetett meg, de oda tippeljük be a... Azért nem fog 2018-at tippelni, mert csak nem raknak be egy évből két játékot itt a fiúk, a Daniel meg a Deka. Úgyhogy harmadik helyen Fortnite 2017, Elder Scrolls 5, Skyrim, az pedig ugye dátum nélkül nem tudom, de az lesz nálam a negyedik helyen. Ötödik helyre GTA 5, 2014-es megjelenéssel. Hatodik helyre berakom a Minecraftot, ilyen 2000, ugye megint nem tudok dátumot, de azt olyan 2012 tippelek, ez csak egy tipp. Hatodik hely Minecraft 2012, LOL 2009 hetedik helyen, és maradt még a Left 4 Dead, meg a COD 4, meg a WoW. Úgyhogy legyen nyolcadik helyen a Left 4 Dead 2008-al, 9. helyen a COD 4, 2007, oda megint csak nem lehet egy időbe, szóval 2007, legfeljebb tévedek, és a WoW az utolsó helyen, ő a legrégebbi a 10-es listából, az pedig 2004. Nagyon remélem, hogy jól sikerült összehoznom ezt a listát, nagyon remélem, hogy sikerült legalább egy pontot összeszednem, ha igen, akkor bogász, szóval nem volt nehéz. Nyilván olyan szempontból azért egy kicsit az volt, hogy voltak játékok, amikben nincsen különösebb ismeretem, és alapvetően szerintem élvezhető volt. Én legalábbis elszorakoztattam itt saját magamat a hülyeségeimmel. Let's fucking go, man. Köszöntöm a figyelmet, szervusztok. A lényeg az, hogy az első a listában a Valorant, második a listában a Red Dead Redemption 2, mert hogy ez 2018-ban jelent meg, ez tuti fix. A harmadik a Fortnite, most vagy 2017, vagy 2018, az nekünk teljesen mindegy. A negyedik a Grand Theft Auto 5, 2013, az ötödik a Skyrim, a hatodik a Minecraft, a hetedik a League of Legends, a nyolcadik a Left 4 Dead, a kilencedik a Call of Duty 4 Modern Warfare, és a tizedik a World of Warcraft. Tehát ez lenne az én sorrendem. Tetszik érteni, hogy ez az én sorrendem? Ez. És szerintem ez a jó sorrend, még abban nem vagyok biztos, hogy a League of Legends vagy a Left 4 Dead nem cserélhetne helyet, de szerintem ez így okés. Ha el kellene mondanom a véleményemet erről az egész játékosdiról, szerintem nem volt rossz, lehetett volna sokkal régebbi játékok is, és sokkal kevésbé közismert játékok, így azért nem volt olyan nehéz, tehát nyilván a legtöbbet azért mindenki ismerte, de mi van akkor, hogyha vannak olyan játékok, amiket nem ismernek az emberek? Bár mondjuk oké, én azért elég sokat ismerek, én már elég idős vagyok ahhoz, hogy ismerek azért elég sok játékot, a múltból is, meg még a Commodore 64-es és az előtti időkből is, úgyhogy ez nekem nyilván nem okozott volna gondot, most itt mondom nagy dumát, meg érted, itt előadom magam, hogy mennyire okos vagyok, aztán lehet, hogy csak 3 pontom lesz, úgyhogy kíváncsi vagyok, érdekes lesz látni majd a többiek reakcióit is, úgyhogy ha tetszett a videó, mindenféleképpen durrancs egy lájkot, érted, durrancs egy lájkot, és hogyha szeretnél megismerkedni valamelyikünkkel így komolyabban, akkor mindenkinek ott lesz mindenféle elérhetősége, Twitch, TikTok, YouTube, mindenféle elérhetősége, és lájkolj, kövess, szeress, iratkozz föl, minden, szevasztok!